Csak a kispadon kezdett két meghatározó cápa, Czura Attila és Bús Iván a hazaiaknál a Békés ellen. Igaz, nem sérülés, és nem is az utóbbi időben nyújtott teljesítményük miatt száműzte őket Siska János a partvonalon kívülre. Csupán egy kis technikai malőr szólt közbe, hiszen az egyetemi főiskolás bajnokságban is szereplő játékosoknak az igazolása a másik csapatuknál maradt, és csak a kezdés után érkezett meg. Így is jól kezdett a nyíregyházi együttes, bár ez inkább csak a pontokban látszódott, a játékban nem mindig. Sikerült is meglépniük, és 21-17-re nyerniük az első negyedet. A játék a Békésnek sem ment, a triplák viszont igen, 5-3 pontossal is megszórták a nyíregyieket a második negyedben, így a szünetre már ők voltak 8 pontos előnyben. Mert lelopja a Békésiek indítását. Nagy Krisztián is beleáll a 14-be, és az most már a helyén van. A harmadik etapban aztán Nagy Krisztián is megmutatta, hogy ők is tudnak hármas dobni, illetve küzdeni is. A Blue Sharks ugyanis folyamatosan jött fel, majd a negyed végére ledolgozta a hátrányát is. Czura Attila is beleállt a triplákba, és ha már belejött, akkor vágott is hármat gyorsan. 10 pontra is elléptek a cápák, és ugyan egyszer még visszajött a Békés kettőre, a végén mégis 10 lett a vége. 83-73-as győzelmével pedig zsinórban 5. győzelmét gyűjtötte be a Blue Sharks. Ami azt jelenti, hogy a Nyíregyháza Blue Sharks 83-73-ra győzte le a Békési SKS-e csapatát. Ugye itt a cingelzónak a hiányát ugye pótolnunk kell, itt sokat kell zónáznunk, illetve Nagy Krisztiánbe 3 faltosot le kell cserélni. Ez ugye egy center poszton gyengén megfoltunk, ezért hullámzik mindig a játék. Mi hangzott el a szünetben, hiszen ott váratlanul nagy hátrányba került a csapat, köszönhetően annak, hogy a triplákat nem sikerült értékesítenie, még a Békés betalált távolról. Igen, így van. Semmi extrát nem mondtuk a fiúknak, megmondtuk, hogy biztos, hogy be fogjuk dobni, 12-ből 0-át nem fog még egyszer dobni, hiszen jól szoktunk kintről dobni, illetve összeadjuk a védekezést, ugye Kriszó vissza tudott jönni a pályára, és átjük venni a vezetés agresszió védekezéssel, ennyi történt. A Blue Sharksban most is remekelt Czura Attila, aki 27 pontig jutott. Örülök, hogy tudtam húzni az átlagomon, de ami az első és legfontosabb az, hogy nyertünk. Először nyerjünk, és utána majd az egyéni. Ugye nagy versenyben van, biztos figyeled a pont szerző listán Koma Dániel, akit talán most így megelőztél, számít ez? Igen, számít, mert azért szeretnék egy jó szezont zárni itt B csoportban most. Én szeretnék feljutni, és igazából nem tudom pontosan, hogy Koma hány pontot dobott, de örülök, hogy többet dobtam azért. Annyira egyház a Blue Sharks győzelmével a negyedik helyen áll a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában. A hazai győzelmek sorozatát pénteken folytathatják a cápák, a HEP kupában a Tiszaújváros lesz a nyíregyháziak vendége a Continental Arénában.